És Csák Illonát. Itt lehet előttünk az asztalon a leggazdagabb Árva című Jaffa kiadónál megjelent regény, és nagy öröm, hogy ez a történet, ami Újkígyós megalakulásának, egyáltalán a 19. század Békés megyei és országos történetének egy nagyon fontos, eddig elég szép irodalmi formában meg nem fogalmazott szerepe, az most kézbe vehető. A reklámokban olvashatjuk, hogy Jókai megírta az egy magyar Nábok Kárpáti Zoltán regény folyamot, ami ugyanerről a családról és nagyjából ugyanerről a korról szól, de hát az egy kortárs mű, és akkor egy jó nagy perpatval keletkezett abban az időben, mert hát ezeket a dolgokat irodalmi szinten kiteregetni akkor még érzékeny dolog volt, ma ettől egy kicsit eltávolodtunk. De mielőtt belemennék ebbe, engedjék el, hogy nagyon röviden egy-két mondatban bemutassam önöknek a szerzőt, Bauer Barbarát. Itt ül mellette, tehát nem kell kivetíteni, képjük, bárki láthatja, sőt beszélni is fog, reméljük, hogy többet, mint én. Bauer Barbara egy olyan kortárs író, aki a legmélyebben személyesen szólítja meg az olvasóit, úgyhogy közben mit sem enged le a magas szintű szép irodalom színvonalából. Ha az ember kezébe veszi a regényeit, a korábbi regényeit is, akkor azt nem tudja letenni. Mert érdekes, mert sodró lendületű, mert belső összefüggéseket úgy tár elénk, hogy az olvasó személyes fölismerésként örvendezik ezeknek a belső összefüggéseknek, egyszerre tanít, ismeretet terjeszt és gyönyörködtet. Azt hiszem, hogy az irodalomnak ez a legfontosabb része. Nagyon nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra különösen, aki részt vettem nem csak a könyv olvasásában, amikor már kész volt, hanem az alkotás folyamatában is, nagy öröm számomra, és azt hiszem, hogy mindnyájunk számára, és az, hogy itt hasonló rendezvényeken lényegesen kevesebben szoktunk lenni, tehát ez azt jelenti, hogy az íj és napi égeső ellenére is eljöttünk, hogy ez érdekli Újkígyós közösségét, érdekel bennünket, ez a saját múltunk része. Úgyhogy legelőször is azt kérdezem meg Barbarától, hogy hogyan találkoztál Bekkeny Krisztina alakjával? Mi volt az az első mozzanat, ami megérlelte benned az elhatározást, hogy megírd ezt a regényt? És hogyan találkoztam? Kettővel ezelőtti regényem a Vakrepülés könyve mutatója a Kastélyban volt Szabadkígyóson. Lánci Ildikó pedig azzal ajándékozta meg az olvasóimat és engem is, hogy körbevezetett a Kastélyban. Már, hogy oda belültem, nagyon-nagyon jó érzés fogott el, egy nagyon kellemes,
energiákkal teli helyre érkeztem. Nagyon kellemes emberek közé, nagyon jó hangulat volt, és ebben a közegben megismertem egy picit Venkely Krisztinát, ahogy Lánci Edikó beszélt róla. És elindultak a gondolataim. Én pedig a gondolataim arra irányultak, nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon jó a kapcsolatom a mai napig a szüleimmel. Nagyon sokat kaptam, nagyon pozitívan indítottak el az életben, és a mai napig hagyják, hogy a szárnyamat bontogassam, ebben segítenek. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehet úgy elindulni az életben, hogy ezt a fajta szülői szeretetet az ember nem kapja meg, nem dőlhet hátra kényelmesen a biztonságba, az érzelmi biztonságba, azokba az ölelő halokba, amit nekem megadattak. És mégis kibontakozik egy olyan személyiség, amilyennél Venkely Krisztina lehet. És ez az út érdekel. És már hazafelé Békés Csabáról, ahol anyósométnak is ott szoktunk megszállni, azon gondolkodtam, hogy fejthetném én ezt meg. És hangosan gondolkodtam, és akkor a férjem azt mondta, hogy írd meg, és közben ki fog benned gondolkozni. És fölhívtam Lánci Edikót, hogy hát eltelt már egy óra is, hogy eljöttünk onnan, de én itt tartok, hogy szeretném megtudni ezt a titkot, és segítene ebben nekem. És én azt gondolom, hogy akkor el is indult a történet. Milyen? Emberekkel találkozunk a kötetben, Venkeny József Antallal, az apával. Nagyon röviden, gyorsan elmondom, hogy Venkeny József Antall egy 18. századi ember volt, és egy német ember, aki Gígyóson lett magyarrá. Pontosan mai napig nem tudjuk, hogy mi motiválta arra, hogy Gígyósra jöjjön, mert egy 18. századi útleírás azt mondja, hogy Gígyóson nincsen még egy fa sem, egy fa van, de az is vadköltefa. Na most, hogy mi vitte rá Venkeny Józsefet, ezt a főnemest, aki belecsöppen a Harukken dominium lebontásába, ugye kihal a Harukken család fiúágon, férfiágon és anyai ágon a Venkeny család örökköl hatalmas birtokot, és hogy miért pont Gígyós? Nincs se új Gígyós, se szabad Gígyós még. Miért pont Gígyós lesz a Venkeny uradalom központja? Miért azt a majort választja? Miért ott épít magának kastélyt? Az a férfi, aki 70 évet, 72 esztendőt él, és ebből 70 évet úgy él, hogy nincs gyermeke. És eltemet két feleséget, és 70 éves korában a feleségül veszi Serc Krisztinát, akitől születik egy kislánya, Venkeny Krisztina. Most az a kérdésem, és megjelennek a regényben ezek a szereplők. Krisztina, megjelenik a gyám, ugye hamarosan meghal Venkeny József Antall, és az ár, most már teljesen árva gyermeket, hiszen az anyuka, a 18 esztendő Serc Krisztina meghal gyermekágyi lázban. Ezt az árva gyermeket a nagymamája és a gyámok, elsősorban Gödlös Benedek, későbbi újkígyósi plébános neveli föl. Hogyan elevednek meg, hogyan váltak élővé számodra a kutatások során megismert emberek? Hogyan tudtad ezeket az embereket megrajzolni irodalmi módon, úgyhogy ők nem történelmi alakok, vagy régi képről, vagy egy metszetről ránk néző furcsa emberek, hanem élő eleven emberek? Megismerted őket, akkor beszélj arról, hogy milyennek ismerted meg. Gondos Benedekkel kezdem, mert nagyon meghatározó az ő személye a regény szempontjából, illetve Venkeny Krisztina személyiség fejlődése szempontjából. Őt egy nagyon jókedélyű embernek ismertem meg, a karakteri leírások volt volna jelenti meg kölni, újságcikket, nagyon aktív életet. Ez a pap gyógyította az embereket, felfedezett különböző gyógyszereket. Egy döbbenetes leírás van róla, hogy Gígyóson kifejlesztett egy gyógynövény tinktúrát, amit hát jobb híján, mivel az alkohol a legjobb oldószere a gyógynövényeknek, a szilva pálinkával oktolját, és meghirdette, hogy akinek ilyen betegsége volna, hogy kipróbálná rajta ezt a gyógyszert. Első nap, ez borzalmas keserű volt, ihatatlan volt. Első nap 3-an jelentkeztek, második nap 50-en, mert úgy gondolták az újkígyósi atyafiak, hogy az a kis keserűség megír egy fél deci pálinkát. Szóval nekünk ilyen papjaink voltak,
akiket nem csak előtte, közvetlen elődje, Lénel Mihály, aki jogásza volt az újkígyósi parasztságnak, orvosa volt az újkígyósi parasztságnak, az ő orvosi tudományát viszi tovább azután Gördös Benedek. És itt van ez a főúri család, és hadd mondjak egy anekdotát, ami Gígyóson általánosan ismert, lehet, hogy többen hallották már, hogy valahol itt a Ókígyós Femli határba kapált két öreg kígyósi parasztrendből, és jött a gróf gyalog. Menkem József Antalról följegyezték, hogy mindig fekete magyar ruhába jár, egyszerű ruhába, nem valami főúri pompával, és a két kígyósi arra gondolt, hogy Jóska bátyám nem mer kérni a gróf úrt egy pofa dohányt. Ám erőként oda hívták a grófot, és a gróf elővötte a kostök zacskót, abban az időben kostök zacskóban tartották a dohányt, és megkínálta a parasztokat, a két kígyósi rátömött a pipára, szívtak egyet, ez rossz kapadohány. Kiverték a pipára, és megkínálták a saját pipán, nyilván a dohánykertész a legjobbat szívta. Tehát a Menkheim József Antal egyszerűsége, hogy soha nem engedte bezárni a kastélyát arra való hivatkozással, hogy hát ha elvén egy rászoruló, elnézést, hogy elérzékenyül, de ma gondoljuk ezt végig, hogy ezt megmerjék-e tenni. Hát, ha erre jön egy rászoruló. És ma sajnos nagyon rossz állapotban van az a kastély, ahol a regény javarésze játszódik. Na most én elég sokat beszéltem, úgyhogy nem kérdezek semmit, hanem megkérem Barbarát, hogy most már beszéljen egy kicsit. Gördös Benedekről még azt is hadd meséljem el, hogy az 1800-as évek második felét éljük, és egyébként ez is az írással jár, tehát olyan szinten tud az ember belemélyedni a történetbe, hogy éjjel azt olyanokat álmodtam, hogy jön a hintó, hogy szólítom a grófot. Tehát teljesen benne éltem gyakorlatilag a családban és a történetben. Szóval Gördös Benedek ebben az időben Londonba, Párizsba jár előadásokat tartani, díjakat nyert külföldön a mézével, tehát gyakorlatilag olyan nagy világi életet él a szónak ebben az értelmében, ami tényleg a mai világban is példaértékű lehetne, céljait mennyire meg szeretné valósítani. Tehát fantasztikus példaképként is szolgált Menkheim Krisztinának. És igen, ilyen személyiségek vették körül Krisztinát, és Gördös Benedek arra is törekedett, hogy átadja azt a szellemiséget, amiről Imre is elkezdett beszélni, például ez az ajtót nem zárjuk be, és mindig egyel több teríték volt, hanem többel több teríték az asztalon, hogyha valaki betér, akkor le tudjon ülni, meg lehessen kínálni. És mindig utoljára szedett magának az asztalnál az ételből, vagy szedett magának, hogy előbb egyenek a többiek, előbb legyen a vendégek. Lenni könyvből kiesett egy levelező lap. Menkheim Krisztina írta a levelező lapot az akkori plébánosunknak, Széchenyi Lajosnak. És ebben azt írja, hogy kedves plébános úr, a Frigyes Majorban teljesen árván maradt egy 7 éves kisfiú. Azt hozza be a plébániára, etesse, ruházza föl, megéri azt, hogy mennyi pénzt költsön rá, és juttass el kellő stafírunkkal ellátva a Gyulai Árvaházba. A Gyulai Árvaháznak előírása volt, amit Menkheim Krisztina alapít, előírása volt, hogy hogyan lehet oda belépni. Tehát egy frissen érkezőnek mennyi alsó neműje, milyen ruhája, milyen legyen. Tehát megírta azt, hogy mit kell megvenni, és amikor hazaérek, ezt önnek visszatérítem. Gondoljuk végig, ez Bécsből kelteződött ez a levél, valamikor az 1870-es években, hogy Menkheim Krisztina Bécsben egy szegény Frigyes Majori árván maradt gyerekről gondoskodik. Úgyhogy levelet ír a plébánosnak, és oldják meg, hogy juttassák be az árvaházba. Tehát ez áll sokkal közelebb a valósághoz, mint az osztályharcos, és. De persze megvolt ez is. De ez az emberközeli közelítés, ez nagyon jellemző. Most egy barátom mondja, források alapján, hogy a 20-as években a grófi uradalomnak nagyon modern gépei voltak. De ezeket ilyen nyáron bent tartották, nem használták, azért, hogy több embernek tudjanak napszámos munkát adni. Tehát ma mely gazda vállalna azt, hogy arassunk inkább kézzel,
mert tehát akkor több embernek tudunk munkát adni. Tehát ma egy vállalkozás ezt nem bírná ki. A 20-as években a Benkei Urazsonon ezt tudatosan csinálta ezt. Ma ez képtelenség lenne. No, szóval visszatérve ide, ennek a forrása itt van a regényben. És egy picit beszélj nekünk, Barbara, arról a világról, ugye tudnunk kell azt, hogy egy Benkei Krisztina teljesen egyedül maradt, és Göndös Benedek hoz neki egy kislányt Angliából. Erről a kislányról, akiből később aztán a sógornője lesz, erről beszélj nekünk egy kicsit. Ez egy olyan szép és tényleg megindító történet. És nagyon sok kutatást igényelt, mert nem tudtuk, hogy mikor került ő Magyarországra. Keresgéltem, hogy mikor járt Göndös Benedek Angliában, megtaláltuk, hogy honnan származik a kislány, felvettem az ottani, nem is tudom, hogy hívják, akik ilyen anyakönyvekkel foglalkoznak, a kapcsolatot, hogy tudnak-e róla valamit, hogy mikor került onnan el, de nem lehetett felelni. Igazából azokból a szösszenetekből lehetett tudni, hogy még nagyon kislányok lehettek mind a ketten, ami arra utalt, hogy gyakorlatilag ők ezt nem is tudatosították, mert egy kisgyerek csak arra emlékszik, hogy mindig ott van mellettem Jenny kisasszony, ahogy később hívta Krisztina ezt a kislányt, és társalkodó nőjének is nevezték aztán. Tehát valószínűleg nagyon kicsik voltak, és nem emlékeztek erre a momentumra, amikor megérkezett ő Magyarországra Göndös Benedekkel. Ez a kislány elveszítette a szüleit, ez az angol kislány, és Göndös Benedek kint járt, hogy tudatosan kereste, vagy a sors elé tette, ez sem derült ki. Minden esetre elhozta Magyarországra, és itt úgy nőtt fel, ahogy Göndös Benedek fogalmazott később, hithű magyar vonlányá neveltük. És tényleg tökéletesen beszélt magyarul, és magyarnak érezte magát, gyakorlatilag a család tagjának érezte magát, olyannyira, hogy valóban sógornő lettek. És az ő sorsuk nagyon-nagyon összefonódott, és nagyon sokat segített mindkettőjük álvaságán, hogy ők is együtt nőnek fel, egy éves korkülönbség van egyébként közöttük, és nagyon szép az ő kapcsolatuk. Egyébként még Krisztinára, illetve az ő gondolkodásukra annyit mondjam, hogy nem sokkal azután, hogy megjelent a regény, kaptam egy levelet egy olvasótól, aki azt írta, hogy köszönöm, hogy adtál egy példaképet, mert nem Krisztina személyében. És én is végig úgy éreztem, ahogy írtam, hogy én ezt meg szeretném mutatni. Az ember nem fogalmazza meg, hogy miért ír. Mondani valót az utólag, és mások szokták megfogalmazni a könyvhöz. De ez mégis, ez bennem is megfogalmazódott, és szerettem volna azt átadni, hogy lehet így is. Az ember sokat kap, és abból ad, azzal másnak jót tesz magától, nem von meg. És Göndös Benedek végig elrendelte Krisztinát, hogy merjen adni, és a sors ezért hálás lesz. És azt is megpróbáltam belefogalmazni, és ezt végül is a szájába is adtam az egyik szereplőnek, hogy mondják ki, hogy ha az erődön felül adsz, az még nagyobb érték, utána saját magadnak is. Az adásban nem csak az a lényeg, hogy a másiknak örömet szerzett, hanem egy olyan fajta örömet érhet el vele az ember, amire aztán később rájön a saját személyiség fejlődése során, hogy van egy csomó minden, amit meg akarunk szerezni. De amikor már az okoz örömet, hogy valami jót tettem, és ettől úgy érzem, hogy kaptam az élettől, mert jót tettem, akkor nagyon jó úton jár az ember. És Menkem Krisztina ilyen volt. És ez valóban példaértékű, én azt gondolom, hogy a mai jómódú embereknek, a mai gazdaságnak, a mai gazdáknak, akit említettél, hogy nem fogja elzárni azért a gépeit, hogy még több embernek munkát adhasson, és fizethessen. És ez örömet okozom. ezer hektár földje volt a Benkei család. Ezt most gondoljuk el mindjárt, 74 ezer hektár. Hát igen, mert a Dunántúliak nincsenek benne, de fölfoghatatlan
birtok volt Békés megyében, Arad megyében és Dunántúli. És tulajdonképpen az egész belekapcsolódtak az egész magyar főnemesség életébe, hiszen gondoljuk azt, hogy bele, hogy Széchenyi István családjával is nagyon szoros családi kapcsolat, Menkely Krisztina egyik lánya, Széchenyi Antalhoz ment feleségül. Igen. Igen. Ilona nem tudja, hogy olvassam, de ez így van, tehát Széchenyi Antalhoz ment feleségül, Széchenyi István unokájához. Tehát egy olyan család áll előttünk, aki tudatosan, ahogy hallottuk, hogy Gördös Benedek így olyan környezetben vannak, már maga Menkely József Antal dönt, amikor magyar ruhában jár, magyarul beszél, kígyósra költözik, hogy ő ezt a magyarságot vállalja. És ez egy nagyon fontos példa, és a regényből ez gyönyörűen kicseng, hogy a magyarság az nem föltétlen születés kérdése, hanem vállalás kérdése. Ez belül dől el, így van. És nem külső dolog, hanem belső dolog. És éppen ezért nagyszerű ez a regény. Én most megpróbálok feladni egy zárszóra vonatkozó gondolatot Barbarának, mert legyen bőségesen idő az arra, hogy mindenki személyesen idejöjjön, dedikáltasson, kérdezzen. Tehát Ipoly Arnoldnak van egy gondolata, és azt hiszem, hogy ez a regény erre a gondolatra egyfajta visszhangot jelent. Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az nem csak saját síremlékét készíti, hanem ez a nemzet, ez veszteség az egész emberiségnek. Tehát ezek az emlékek, amik most még elfoghatók voltak, a Krisztina néni elmondásából, Lászlóék elmondásából, akár az itt összegyűjtött paraszti emlékezetből, amit részben én képviseltem, vagy tolmácsoltam Barbarának, ez 20-30-40 év múlva már nem biztos, hogy elérhető lett volna, de éppen ez a szerepe az irodalomnak, egyáltalán az írásnak, hogy a nagyon veszendő, vagy nagyon esendő emberi emlékezetet megörökíti. Ez a könyv, bízunk benne, hogy évszázadig ott lesz minden magyar könyvtár könyvespolcán. A polgármester úr mondta, hogy megvan a könyvtárban. Ha kevés, akkor ugyanebből van az iskola könyvtárban, és itt az igazgató azt mondja, tehát onnan is hozzá lehet jutni. És hát a legjobb azt, ha megvásároljuk. Egy teljes, egész irodalom, nagyon, nagyon magas szintű irodalmi mű van a kezünkben. Ez a teljes és egész és szép és jó irodalmi művet. Azt hiszem, hogy most itt összegyűltünk annyian, mondhatjuk azt, hogy új kígyós vagy kígyós nevében köszönjük Bauer Barbarának. Jó, hogy itt vagyunk, Göndös Benedek kertjénél. Erről van egy leírás az 1870-es évek elején, hogy hogy nézett ki, milyen fák voltak, hova voltak ültetve. Gondoljuk, hogy itt voltak valahol azok a mélykaptárak, amiből még találtam új kígyósra, sajnos nincs már meg, mert betüzeltük, de még találtam végig új kígyósra, nincs tárolóhely. Aztán szétmegy, ezek vesszőből volt. Tehát Göndös kaptárból még én láttam néhányat. De még van Tóth Bandi bácsinál még van. Úgyhogy meghonosítja ezeket a dolgokat. Mennyire fontos egy helyi értelmiség a közösség számára. Mert aki nem újat akar, hanem megerősítés és tudatosan, mint ahogy a kertész beoltja. Harangozó Péter bácsi udvarán van egy fa, az még Göndös Benedek idejéből van. Olyan fa, az egyik oldalt nyári körtetelem rajta, a másik oldalt őszi. Sok ilyen volt, Imre Lénes bácsiéknál is voltak ilyen. Ezek, gondoljuk bele, ezek most 150 éves fák. Tehát egy értelmiség, mi, ha jól végzi a dolgát és megvan, Göndös Benedek nagyon gazdag ember volt, mert életi áradékot kapott a Menkely uradalomtól. Tehát ezt megtehette, nem volt gondja arra, hogy nagyon-nagyon, tehát olyan jövedelme volt, ami ha úgy tetszik, főúri, alódium jövedelme lehetett volna. Tehát mégsem szállt el vele. Egyébként nagyon szeretem nézni Göndös Benedeket, mert fénykorában 170 kiló volt. még fejlődhetek, hogy nem volt magasabb nálam. Na, szóval nem akarok többet beszélni erről. Megkérem Barbarát, hogy néhány szóban, most az a feladatod, hogy néhány szóban
ajánlod a jelenlévőknek ezt a könyvet, és utána pedig várjuk a kérdéseket, illetve ha nincs már tovább kérdés, akkor lehet személyesen beszélgetni, meg lehet Barbara kezét szorítani, és lehet tőle dedikációt kérni a könyvbe. Úgyhogy kérjük ezt az ajánlást. Hát először is engedjenek meg nekem, egy mondatot, amit elárulok, amit neked elárultam, azt a bizonyos titkot, hogy amikor döntött Benedektől írtam, akkor mindig harangozó Ingrid képzeltem magam mert úgy a kegélye, mint a fizimiskája segített Döndös Benedek megfogalmazásában, illetve olyan ízesen meséltél nekem Döndös Benedekről, mint az Ókastélynál, emlékszem, ahogy erről a bizonyos pálinkás történetet elmesélted, és sok más történetet, de egyszerűen csendek a filmben a szavaid. És nagyon nagy segítség volt nekem a Menkeim család, illetve Krisztina néni a történetekkel, és nekem nagyon nagy szükségem volt arra, hogy rábólítsanak arra, hogy megírhatom ezt a regényt. Hát ez egy valós személyhez hozzányúlni most, ez furcsa szó ide, de a személyiségét megfogalmazni, egy személyiségfejlődést leírni, egyáltalán őt megszólaltatni, megmozdítani, élővé tenni, én ilyen felelősséget írás során még nem éreztem. Ez egy pici félelmet is keltett bennem, tehát volt olyan, hogy ültem és elsírtam magam, megtehetem, leírhatom, felhatalmazott engem erre bárki is, és úgy éreztem, hogy Benkeim Krisztina fogja a kezem. Nagyon sokszor volt az, hogy becsukta a szemem, és hagytam, hogy mintha a saját lányom lenne, amikor még kislány volt, mozduljon meg, szólaljon meg, hallottam a hangját csengeni. Nagyon-nagyon izgalmas volt írni róla, és én azt hiszem, hogy szintén egy olvasó írta, hogy ő azt érzi, hogy az olvasás során hatalmas tisztelettel adózom Benkeim Krisztinának, és valóban, hogy megírhattam, hogy találkozhattam az ő személyiségével, és egy olyan embert ismerhettem meg rajta keresztül, aki én bízom benne, hogy nem csak nekem példaérték. Nagyon-nagyon sokszor jut eszembe ő a történetei, hogy ő hogyan reagálna, hogy ő hogyan oldja meg egy helyzetet, amikor segíteni kell az embereknek. És azóta számos olyan szituáció került az életünkbe, a férjem és az én életembe, amikor emberek körülöttünk segítségre szorulnak. És olyankor arra szoktam gondolni, hogy nem véletlenül találkoztam meg a történetével. Lépjek ki önmagamból, és ne csak a saját érdekeimet nézzem. És ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom. És ezt nagyon jó volt írni. És én bízom benne, hogy ezt át tudom adni. Elérkezett az ideje, ha önök közül bárkiben kérdés, vagy hozzáfűzni való fogalmazódok meg, akkor most itt az ideje. Várjuk. Bátran. Meddig szól a könyv? Meddig tart? Hol fejeződik be a könyv? Egyébként a Szabadkigyósi kastély, és ott már megszülettek Benkeim Krisztina és Frigyes gyermekei, és itt végződik. És még annyi kérdésem lenne, hogy a könyv kapcsán, hogy mondta, hogy ő elég fontos kutatómunkát folytatott. Na most gondolom, hogy esetleg hát a további ikoni ágakkal foglalkozott-e? Tehát mondjuk második világháború utáni Benkeim családdal, vagy az... Igen. Még nem. Igen, igen. Egyébként nagyon sok ilyen levelet is kapok, hogy ugye nincs vége. Ehhez még valamit hadd mondjak, amit szintén nagyon fontosnak tartottam, és Krisztina szempontjából is rendkívül fontos. Ezeknek a gyerekeknek, az arisztokrata gyerekeknek a neveltetése, a több nyelven beszélés, a nagyon gondos, nagy műveltségre való és a nyitottságra való felkészítés egy olyan fajta magabiztosságot és tartást ad, a tudás eleve magabiztosságot ad, ami egy jó alap ahhoz, hogy aztán később
ha kihúzzák a lábam arról a talajt, akkor is föl tudok állni, mert van egy nagy tudás a birtokomban, amin újra el tudok indulni. Egy olyan fajta önbizalommal rendelkezik az az ember, akinek a neveltetésére odafigyelnek. A mai világban azt mondhatnám, hogy ha ott van nem a sörös üveg, hanem a könyvesik a polcon a gyerek fejére, akkor már jó úton járunk. De tényleg a nyelvek tanulása, hogy ne zárjuk el magunkat a nagyvilágtól, az rendkívül fontos. És ez a kettő, tehát egyfajta szemlélet, amit mondjuk például a vallást tud biztosítani, a tudás, ami tényleg szó szerint tanulást jelent, műveltséget, iskolát, nyitottságot, nyelvek ismeretét, a világ ismeretét, a kitekintést a saját korlátaimból, ennek a kettőnek a szerves összefonódása egyfajta szemléletet tud adni arra, hogy igen, megosztom, amin van, és akkor el lehet indulni egy ilyen, lehet, hogy ma sokan ideologizált világnak tartanánk, hogyha megint tudnánk így gondolkodni, hogy megosztom, amin ha nekem van, akkor legyen másnak is, attól én nem vagyok kevesebb, sőt, több vagyok. De én azt hiszem, hogy ez nem egy elvetemült ideológia, hanem vissza lehetne hozni ezt a világot. Hát ez jó, mert sóhajó. Én a feleségem mondani, a 60-as években biztosítónál dolgoztam, és én szabad kiírosom az új telepen is, minden háznál megfordultam, és az ott majdnem mindenki onnan kapott ugye földet, amit jutottok, és soha senki nem szitta őket, családon belül beszélgettük, tehát nem volt az, mint ami talán a kommunista pártok sem szitták. Szóval én, mint a Nagy Laci bácsi például Inas volt az egyik grófi csapatnál, levelezett velünk, kihívták Németországba akkor, amikor nem lehetett még kiutazni, és küldtek neki pénzvennyit, és kiutazhatok oda hozzájuk látogatóba. Csak ezt szerettem volna mondani, hogy tényleg ilyen emberek voltak. Az utóbbiak is, akik ugye elmenekültek innen. Köszönöm. 88-ban kerültem Szabad Kígyósra tanítani. Gyerekek, persze van módszerem, hogy tudok kérdezni. Gyerekektől kiderült, hogy vannak könyvek. Otthon, ugye szétlopták az egész kastélyt. A grófi család alig vitt el valamit. Tehát volt egy vasúti szerelmünk, ami aztán valahol Szolnoknál eltűnik. A könyvtár egy része egyébként a Szolnoki Múzeumban került. Érdekes módon mindig a Szolnoki Múzeum pártitkára mögött volt, mert dekoratív volt. Olvasni nem olvasták, mert nem tudták, de ott volt meg a szép régi könyvek. Ma úgy is őrzik egyébként a Szolnoki Múzeum, hogy rengeteg könyvtárat. A többi hova lett, azt nem tudjuk. Tehát, hogy a kastély teljes berendezése itt maradt, azt jó szétkorták, különösen a könyvtárat. Egy misekönyv van meg, itt volt a tébánián, de a Zsolt atya odaadta most a kastélynak, arról letérték, egy gyönyörű tűzománc kereszt volt rajta, ez egy visszaállé volt, gyönyörű bőrkötésben, úgyhogy ez megmaradt. De amikor elkezdtem kérdezni, hogy na jó, van nálatok könyv a padláson, akkor megint nézzük meg, akkor minden eltűnt. Tehát nyilván azok az emberek, akik nem tudtak vagy nem tudnak mit kezdeni vele. De ugye a könyvtár 80%-a német és francia nyelvű volt, 17.-18. századi könyvek. Tehát majd átlag olvasó, az nem olvassa ezeket, akkor se, amíg tud franciául, vagy angolul, tehát meg németül. Tehát ezek gyakorlatilag elvesztek, mert ha egy ház padlásán ott van, amikor meghalnak a nagyszülők, és eladják a házat, akkor az jó esetben papírgyűjtésben, rossz esetben kályhába kerül. Tehát, és akkor még sok helyen volt, tehát 3-4 gyerektől is hallottam, de nagyon erőteljes volt az elzárkózás, amikor elkezdtem érdeklődni, hogy na megnéznénk azokat a könyveket. Hát nincsen semmi. Úgyhogy bizony ez egy nagyon nehéz dolog, mert hát máig vagy, mert ezt igazából nem lehet lezárni soha, mert idegenkedés volt. Tehát a kígyósi emberek javarésze azt mondta, hogy nem fogadták el a fődet, mindjárt akkor, mert azt mondták, hogy hát mi lesz, ha visszaáll a régi rendszer. És
csak úgy tartottak tőle, aztán ugye ez 20-30-40 év alatt eloszlott. De most nem erről beszélgetünk, hanem a leggazdag a Várváról. Kedves barátaim, ha nincs több hozzáfűzni való, akkor kicsit nehéz gondolatok jöttek elő, de nem, aztán nem gerjesztettük ezeket a nehéz gondolatokat, hanem érezzük azt, hogy ez egész ma is egy élő, egy jelen való valóság, hogy ezt a valóságot jobban megismerjük, hogy ennek a mindennapjaiban jobban belássunk, szeretettel ajánljuk Bauer Barbara leggazdagabb árva című könyvét, olvassuk el, forgassuk, adjuk ajándékba. Kezemben van az Újkígyósi Általános Iskola példánya, ugye onnan még nem kölcsönözték ki, és ez az lesz, amit dedikáltatunk is az iskola könyvtárának, és ez lesz az első. Még egyszer köszönöm szépen a megjelenést a jégesen ellenére, és ajánlom Barbarát szíves figyelmük, hogy egy-egy személyes mondattal is erősítsék meg a szeretetüket ehhez a könyvhöz. Üdvözlöm János!